Köszöntöm nézőinket, Bence Péter vagyok, önök Kaposmenti magazinunkat látják. Mutatjuk, miről lesz szó a következő percekben. Megtartotta októberi képviselőtestület ülését Dombóvárváros önkormányzata, mécseseket gyújtottak a nemzeti gyásznapon. Dombóváron is fellobbantak a lángok, égett az őrtűz. Városi szinten emlékeztek halottak napja alkalmából. Sötétben zajlott idén a futóegerek rendezvénye Dombóváron. Dombóvárváros önkormányzatának képviselőtestülete több napirendi pontot is tárgyalt legutóbbi ülése alkalmával. Többek között önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos döntésekre is sor került, amelyek értelmében több telek és épület is értékesítésre kerülhet a közeljövőben. A legutóbbi rendkívüli ülés után ismét összeült Dombóvárváros képviselőtestülete soron következő októberi hóvégi ülésére, amely alkalmával 5 napirendi pont tárgyalását tervezték, tudtuk meg a város polgármesterétől. Sajnos egyet vissza kellett vonnom, hiszen a hész módosítására az állami főépítésztől nem érkezett meg hozzá erőnyilatkozat. Ez nekünk sajnos elég szerencsétlen anomália, hiszen azért amúgy is hosszú időt vesz igénybe egy hész módosítással, és mi reménykedtünk, hogy november 20-án megérkezésre jóvá tudjuk hagyni ezt. Nyilván ezt azért mondom, hiszen több vállalkozást, domvári vállalkozást érint ez a módosítás, akik azért szerettek volna területet szerezni, vagy módosítani annak a besorolásán, hogy tudják fejleszteni a vállalkozásukat. Hiszem, hogy a közeljövőben meg fog érkezni, és novemberben az első alkalom egy rendkívülésen hatályba tudjuk léptetni ezeket a módosításokat. Mai ülésünkben azt gondolom, hogy a vagyonos rendelethez kapcsoló módosítás volt lényeges, hiszen ingatlanok hasznosításáról, értékesítéséről döntöttünk. Ezek közül szeretném kiemelni a Dombvári Kutyás Egyesület igényét, hiszen ők hosszú évek óta használtak már egy területet, ami önkormányzati tulajdonban volt, és ők most úgy döntöttek, hogy szeretnék ezt megvásárolni, és szeretnének oda olyan infrastruktúrát építeni, amivel minél több embert hívnának a szabadba természetbe, és a kutya szeretetét próbálnák minél több fiatalban elmélyíteni. Ez az egyesület már hosszú évtizedek óta foglalkozik ezzel a szakmával. Azt gondolom, hogy jó helyre került ez az ingatlan, hiszen 50% engedményt is adtunk, mindazért cserébe, hogy ők ezt már használják, és rendben is karban tartották folyamatosan. Néhány önkormányzati ingatlanunk, bérlakásunk is értékesítésre fog kerülni a közeljövőben, arra döntöttünk. Egy Dombavári Kossuth-Lajos utca és egy Mászlonyi ingatlan. Nyilván ezek nagyon csekély értékűek, nagyon nagy volumenű felújításra szorulnának, ezért döntött úgy a képviselőtestület, hogy ezt megpróbáljuk értékesíteni. Nyilván mindezt tesszük úgy, hogy mindenkre volt már komoly érdeklődő, hiszen a jelenlegi bérlők szeretnék ezt megvásárolni. Költségvetési és vagyonrendeleteinket helyeztük határon kívül az elmúlt években, amelyek már lejártak és már nem voltak hatályosak. A lejárt beszámolók közül az egyik kiemelkedő volt az Arany János Tehetséggondozó Program. Az Arany János Tehetséggondozó Program, amely a gimnáziumban fut, és öröm számunkra, hogy minden évben vannak olyan tehetséges gyerekek, akik erre jogosultak, és számunkra ez nagyon nagy öröm, hogy őket tudjuk támogatni. Mai ülésünkön úgy volt szóba került a fenntartható városfejlesztési stratégiánk, ugyan nem volt napirendi pont, ellenzési képviselők szívesen csócsálják ezt az ügyet, kellő információ hiányába is csak azért, hogy hangulatot gerjesszenek, őket óvaintettem ettől a tevékenységtől, hiszen azt gondolom, hogy ez a nehéz helyzet, ami előttünk áll, nem erre kellene, hogy predesztinálja őket. Sokkal fontosabb lenne, hogy fogjunk össze, húzzuk meg a nadrágszíjat és próbáljuk meg túlélni az előttünk álló telet. 66 év telt el azóta, hogy Kádár János 1956. november 4-én Nagy Imre beszédével szinte egy időben bemutatkozott a magyar forradalmi munkásparaszt kormány fejeként. November 4-én hajnalban az ország egész területén megindult a szovjet támadás, de a magyar ellenállása bukás tudatában is felvette a harcot a gépesített hadosztályokkal. A nehezen kivívott szabadság drámai küzdelemben vérzett el, erre emlékeztek Dombóváron is a Nemzeti Gyásznapon. November 4-ét Magyarország kormánya 2013-ban nyilvánította Nemzeti Gyásznappá, hiszen ekkor vonult be a szovjet sereg Budapestre és verte le a már több mint másfél hete tartó szabadságharcot. Dombóváron az Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésével emlékeztek mindazokra, akik életüket adták országunk szabadságáért. Október 25-én mintegy 500 tüntető vonult a tanácsház elé. Kiemelt szerepet vállalt a vasutasság, különösen a mozdonyvezetők, fűtőházi dolgozók,
az október 26-án a Hősök szobránál történő megemlékezés szervezésében és az azon való részvételen, amelyhez már a társadalom minden rétegéből csatlakoztak résztvevők. Rabok voltunk mostanáig, kárhozottak ősapáink, kik szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. 22 vádlattal szemben indítottak eljárást a népi demokratikus államrend elleni gyűlöletre izgatás, a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétellel elkövetett büntetben. Közülük 4 fő disszidált, 4 fő esetében felfüggesztették, 1 főnél megszüntették az eljárást, 2 fiatalkorú bírói megrovásban részesült. A megemlékezés alkalmával az iskola tanárai is aktívan kivették részüket a műsorból. És most itt vagyunk, emlékezünk. Magyarok vagyunk, magyarok voltunk, magyarok leszünk. Míg szól a dal 56-ért, míg szívünk dobog 56-ért. A megemlékezésen a múlt eseményeiről, a helytállásról beszélt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. 1956. november 4-én vasárnap hajnali 4:45-kor indult be a szovjet hadigépezet, amelynek csatasorba állításán addigra már napok óta dolgoztak. Azon a vasárnapi napon megpecsételték a sorsát a szabadságért küzdő magyarságnak, vérbe folytották szüleink, nagyszüleink és dédszüleink forradalmát. Újra a terror és a megfélemlítés lett úrrá az országon. A vezetést átvette az első Kádár kormány. Kádárék 56. november 7-én érkeztek Budapestre szovjet tankokkal, ahol a szovjet tankokkal körülvett parlamentbe zárkóztak be, és bent is szigorú szovjet felügyelet alatt álltak. A vezetés náluk volt, de a hatalom hiányzott hozzá. A szabadságharcot gyorsan leverték, de a nép általános politikai sztrájkba kezdett, idézte fel az 1956 őszi történéseket Potápi Árpád János. Ne felejtsük el, hogy nem mindenhol fejeződtek be akkor a harcok, hanem még hetekig, hónapokig küzdöttek innen tőlünk nem messze, például a Mecsekben. 1956 parazsa évtizedekig őrizte a forradalom energiáit. Ez kapott erőre az 1989-es, 90-es demokratikus rendszerváltásban, és ez gyúlt lángra, amikor az embereknek elegük lett a kádári terrort is felidéző baloldali kormányzásukat. 2010 óta megéltük Magyarország fölvirágzását is. Sok nehéz helyzetbe kerültünk, de mindegyikből megerősödve folytathattuk munkánkat. Nemzetközi nyomás alá helyeztek bennünket, aztán fenyegettek, majd jött a világjárvány, most éppen a háborús szankciók következményei sújtanak bennünket. Azonban Magyarország kormánya továbbra is kitart nemzetünk oldalán, a népünk érdekében. Az egyik legnagyobb magyar humanitárius kezdeményezésre is felhívta a figyelmet a térség országgyűlési képviselője. Mindezeket az eredményeket most a háború közelsége fenyegeti, itt a szomszédban. A kárpátaljai magyarság különösen nagy terheket hordoz ennek következtében. Ezen terhek enyhítésére is kezdtünk bele a magyar történelem legnagyobb humanitárius segélyébe. Ezzel minden kárpátaljainak segítő kezet nyújtunk ezekben a nehéz hónapokban. A műsort követően a város előjárói, az intézmények képviselői és a megemlékezők az 1956-os emlékműnél helyezték el mécseseiket. A Székely Nemzeti Tanács 2015-ben meghozott határozatának értelmében október utolsó vasárnapja a Székely Autonómia napja. Ezen alkalomból Székelyföld szerte, de Magyarországon és Felvidéken is több helyszínen gyújtanak őrtüzeket. A kezdeményezők össznemzeti imádságra és őrtüzek gyújtására szólították fel Kárpát-medence lakosságát, felhívva a nagyvilág figyelmét Székelyföld autonómiájának igényére. Dombóvár idén is csatlakozott a kezdeményezéshez. A hagyománynak megfelelően Székelyföld autonómiájának napján nem csak Székelyföldön lobbantak fel az őrtüzek lángjai, Dombóváron is égett a lármafa. Ez tulajdonképpen a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése.
és tulajdonképpen mi is, akik részt veszünk ebbe, jelezzük azt, hogy támogatjuk a székely autonómiát. Ez a lényege, a lármafa, az tulajdonképpen régen ilyen tüzekkel üzentek egymásnak az emberek, és tulajdonképpen ez is most egy üzenet, hogy mi innen Dombóváról a székely testvéreinkkel együtt vagyunk. Már régóta csatlakoztunk, régóta részt vettünk több különböző helyszínen, most ez nekünk a bevált helyszín, csak ugye tavaly előtt nem tudtuk megtartani, úgyhogy idén újra fölélesztettük ezt a szép hagyományt, és nagy örömmel jöttünk. Van egy kis sütik, egy kis pálinka, egy kis borocska, tudunk beszélgetni, elénekeltük a székely himnuszt, és így tulajdonképpen mi is részesei vagyunk ennek a nemzeti összetartozást erősítő rendezvénynek. Ez adta magát, mert ez olyan helyszín, ahol a tűzoltóság is engedélyező tüzet rakjunk, a másik, hogy itt tulajdonképpen ez a város szélén, ez egy nagyon szép hely, és nekünk nagyon jó itt a Gólyavárnál. Könnyen megközelíthető. A dombóvári és környékbeli településen élők jól ismerik a Székely Nemzeti Tanács 2015-ben életre hívott kezdeményezését. Én azt tapasztalom, hogy nagyon sokan ismerik, és nagyon sokan támogatják, és még úgy is, hogy nem jönnek el egy ilyen tűzgyújtásra, de én úgy gondolom, hogy mostanra már talán megértették a magyarok, hogy nem határon túli magyarságról beszélünk, amik az erdélyekről beszélünk, hanem Kárpát-medencei testvéreink, akik saját önszántukon kívül egy politikai játszmának a részeként már nem Magyarországhoz tartoznak. Az autonómia nagyon fontos lenne az ő részükre, hogy saját maguk rendelkezhessenek a saját dolgaikkal, hiszen ha most elmegyünk Erdélybe, ott csak magyarok vannak, magyarul beszélnek, és nagyon sokszor a gyerekek is meglepődnek, iskolások, akik elmennek kirándulni, hogy hát itt mindenki magyarul beszél, mert magyarok laknak ott. Tehát azt úgy gondolom, hogy manapság erről már nem kell túl sokat beszélni. A dombóvári őrtűzgyújtáson a helyi székely kör tagjain kívül több civil egyesület tagja is jelen volt. Ez a kezdeményezés megmutatja, hogy Dombóváron élő székely származásúaknak is mennyire fontos, hogy a székely autonómia határokon túl és határokon belül is az őrtűzgyújtással ezzel rendkívül szépen szimbolikusan megemlékeznek erre. A napról. Tavaly előtt megrendezésre kerülő székely őrtűzgyújtáson is részt vettem, ugye, mint a civil tanács képviselője. A hatalmas őrtűz beragyogta a Gólyavár környékét, ahol az összegyűltek mindannyian fontosnak tartják a kezdeményezést, ami országhatárokat ível át. Mivel én is székely vagyok, kézivásárhelyi születésű, ugye vérvizé nem válik, és ezért nagyon szeretném én is, hogy a hagyomány is megőrződjön, meg hogy ugye a székely testvérekkel, hogy összhangban legyünk. Az őrtűzgyújtó helyszíneken felolvasták azt a kiáltványt, amelyet a Székely Nemzeti Tanács elnöke Izsák Balázs jegyez. A dokumentum nyomatékosítja, a területi autonómia, a biztonság, a béke és a jólét záloga lehetne Székelyföldön. Azt is leszögezi, hogy Székelyföld népe a koronavírus járvány után a nemzetközi élet minden feszültségét átélve is kitart a területi autonómia igénye mellett. Gyertyák gyúltak a dombovári temetőkben is minden szentek és halottak napja alkalmából. Az évnek ez az az időszaka, amikor a már eltávozott szeretteinkre emlékezünk. Dombováron mind a Rákóczi utcai köztemetőben, mind pedig az új dombovári temetőben szervezett keretek között is emlékeztek meg mindazokról, akik már nem lehetnek közöttünk. Halottja van mindannyiunknak, hisz percről percre temetünk. Vesztett remény mindenik percünk, és gyászmenet az életünk. Sírhantolunk, gyászolunk mindig, temetkező szolgák vagyunk. Minden szentek napján Ady Endre gondolataival vette kezdetét a megemlékezés Dombováron, a Rákóczi utcai temetőben. Az elhunyt rokonokra, barátokra, ismerősökre emlékeztek a Dombovári Városvédő és Városszépítő Egyesület által szervezett műsorral. Takács Istvánné az elmúlásról, a gyászról beszélt, amit mindannyian meg kell, hogy éljünk életünk során. E napokban hívők, nem hívők, felkeressük eltávozott szeretteink sírját. Mécsest gyújtunk emlékükre. Gondolatainkat elhomályosítja a hiányuk. Visszautazunk az időben oda, amikor még közöttünk voltak. A meghatódottságunkat ilyenkor nehezen tudjuk szavakba önteni. Csak kutatjuk a megfelelő gondolatot. Ezért
mert mégsem bújik el előrejtekéből. A megemlékezéshez irodalmi és zenei műveket hívtak segítségül. Én úgy képzelem el, hogy a halál egy óriási nász, legszentebb, legemberibb ölelés. Nem fájdalom, fájdalomfelejtő. Nem rém, rémeket elűző. Több, mint a szépség, több, mint a szerelem, a jóságnál is több. Kegyelem. A kellemes őszi időben sokan érkeztek a temetőbe, hogy leróják tiszteletüket, és így módon emlékezzenek mindazokra, akik már nincsenek velük. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. Kell ott fenn egy ország, mely talán ránk is vár. Kell ott fenn egy ország, amit senki nem talál. Kell ott fenn egy ország, mely bárkit átölel. Kell ott fenn egy ország, amit sosem rontunk el. A megemlékezés alkalmával a felekezetek képviselői mondták el gondolataikat a híveknek. Kedves emlékezők, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Isten fia Jézus Krisztus, téged szólítunk meg itt a dombovári sírkertben. Mindannyiunknak vannak elveszített, előrement hozzátartozói, akikre most emlékezünk. Köszönjük, hogy te megértesz bennünket, hiszen magad is a halott Lázár sírjánál könnyekre fakadtál. De legfőképpen azt köszönjük, hogy legyőzted a bűn és a halál erejét. Te helyettünk áldoztad fel magad a kereszten, és harmadnapra feltámadtál a halottak közül. Ezekben a napokban, órákban megállunk szeretteink sírjánál. Rájuk emlékezünk, és tehetjük ezt Istenbe vetett bizodalommal. Azért, mert Jézus feltámadása a mi erőnk és reménységünk. Sokan járjuk a temetőket ezekben a napokban, mert idehoz minket a kötelességtudat, a szeretet és a tisztelet, amit elhunyt szeretteink iránt táplálunk, amivel úgy érezzük, hogy tartozunk nekik. Emlékezünk, gondozzuk az emlékeket, még ha ez fáj is. És ilyenkor újra és újra szembesülünk a földi élet mulandó voltával is. Hogy itt van ez a 60, 70, 80, kinek mennyi év, örömökkel, fájdalmakkal, és végül így is úgy is elmúlik. Kedves emlékezők, amikor Minden Szentek ünnepén, halottak napjának előestéjén, itt a dombovári sírkertben és szerte az országban elhunyt szeretteinkre emlékezünk, akkor ezt az emlékezést reményt megnyitóvá és vigasztalóvá teszi Jézus szava, mely az evangéliumból szól hozzánk. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallgat tanításomra és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Valóban. Jézus halála és feltámadása óta a mi halálunk sem reménytelen elmúlás. A megemlékezést követően a résztvevők mécseseket helyeztek el halottaik tiszteletére. A megemlékezés Minden Szentek napján az újdombóvári temetőben folytatódott, ahol a felekezeti képviselők beszédét követően a város előjárói a résztvevőkkel együtt gyertyákat, mécseseket gyújtottak elhunyt szeretteik emlékére.
Villodzó gyertyafény, ijesztő zajok és sok lelkes, borzongani vágyó ember jellemezte idén is a futóegerek által megszervezett halloweeni futást. A jövőre jubiláló rendezvényen közel 500-an vettek részt korosztálytól függetlenül. A szervezőknek egy kikötése volt csak, 18 év alattiak kizárólag kísérővel látogathatták a sötétben zajló gyaloglós futós eseményt. Az október 31-i Halloween ünnep egy ősi kelta hagyományokból kialakult ír szokás, ami mára meghódította az egész világot. Dombóváron a futóegerek az aktívan eltöltött idő mellett tették le a voksukat, így természetesen az általuk szervezett esemény is egy kis borzongással megfűszerezett aktív kora esti séta vagy futás volt, ki melyiket választotta. Most már 9. alkalommal rendezzük meg a Halloween futást, ez egy spontán ötlet volt. Csak a buli miatt rendeztük meg először is, és tulajdonképpen azóta is minden alkalommal. A célunk ugyanaz, hogy mindenki jól érezze magát. Próbálunk élményt adni, tehát tulajdonképpen ezt még mindig tartjuk, szem előtt tartjuk. Nagyon sokat készülünk rá, nem is csak mi, hanem a szellemek azok, akik ebbe a főszerepet játsszák. Az egy nagyon hangulatos dolog, azt gondolom, hogy szerintem jobban várják, mint a gyerekek ők maguk ezt. Talán a helyszín lett más, hogy más az indulási helyszínünk. Eddig a városközpontból indultunk, és most már második éve pedig egy kicsit közelebb az útvonalhoz indulunk el. Az útvonalat sose közöljük előre, abban mindig van azért változtatás, hogy ne tudják az emberek, hogy merre megyünk, de ezzel nagyon nem tudunk variálni, mert mindig a város legsötétebb pontját keressük meg. 17:30 indul az első futam gyerekeknek leginkább, és többek közt azért is, hogy ők azért még azt gondolom, hogy jobban félnek, ott nincs ijeszgetés, hanem nagyon jó fej szellemeink cukrot osztanak, és akkor utána 6-tól indulnak köztük is vannak gyerekek, de 6-tól indulnak azok a futamok, amikor már rémizgetés is van. A halloweeni futás az évek alatt egy kicsit átalakult, hogy minél szélesebb kört juttathassanak a borzongás élményéhez a futóegerek. A futás volt az alapja annak idején, aztán úgy gondoltuk, hogy ha több embert szeretnénk elérni és élményt adni, és itt gondolva a gyerekekre, idősebbekre is, akkor vegyük bele ebbe a gyaloglást, tehát ne a futás legyen a lényege, és tulajdonképpen igen, tehát a futásból indul, de bárki, aki tud gyalogolni, őt szeretettel várjuk. Az érdeklődők több indulási időpont közül választhattak. A rendezvény első futama a bátorító a legkisebbeknek szólt, ezt követte a boszorkány, a vérfarkas és 2 kora estében nyúló szellemes futam. A távok az csak az első lesz egy kicsit rövidebb, a többi tulajdonképpen maga a táv ugyanannyi, de 2-ben inkább futós csapat lesz, legalábbis azt gondolom, úgy tervezzük, 2-ben pedig inkább a gyaloglós csapat. Minden alkalommal biztosítunk érmeket a résztvevőnek, nem tudunk mindenkinek, de mivel ingyenes a rendezvény, tehát ezt próbáljuk mindig még igazdálkodni, de idén 250 jelentkezőnek tudunk adni érmet is. 200-an előregisztráltak voltak, és sikerült még 50-et a költségvetésből kivennünk, úgyhogy még 50 ember kapjon. Az első alkalom is már még 9 évvel ezelőtt már egy nagyon szép létszám jött el. Tavaly, hát az idejéről még nem tudok nyilatkozni, tavaly közel 500-an voltak, amennyire meg tudtuk számolni. Úgy látom, hogy egyre nagyobb az érdeklődés buliból is, gyerekektől, felnőttektől is. Mi mindig csak azt kérjük, hogy 18 éven aluliak ne jöjjenek szülői felügyelet nélkül. Ennek több oka van, azért itt szoktak félni. Úgyhogy ezt a felelősséget nem tudjuk lekövetni és vállalni, hogy mindenkinek fogjuk a kezét. A következő ilyenkor mindig a Mikulás futás szokott lenni, az nálunk egy jótékonysági rendezvény. Ott nem igazán a futáson van a hangsúly, hanem azon, hogy amiket ott kapunk majd, vagy kérünk majd, teát, kekszet, nápolyt, egyebeket, azt miután a napokig szórjuk és hordjuk szét idősek otthonába, gyerekek között, anya otthonval, tehát nagyon sok helyre falvakba kivisszük. És az egy nagyon jó dolog, hogy nagyon tavaly rengeteget tudtunk eljuttatni, mert hogy itt több százas nagyságrendről beszélek. Nyilván, hogy van vele munka, de minden percét megéri, mert nagyon-nagyon rendesek az emberek, és nagyon adakozóak. A legkisebbek izgatottan szorongatták a szülők kezét indulás előtt, majd a visszaszámlálást követően kezdetét vette a borzongást előidéző elemekkel tarkított futás. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, rémizgetést mindenkinek!
Izgatottan indult el a hosszú sor, hogy a futóegerek önkéntes munkájából megvalósult távot együtt tegyék meg az érdeklődők. A szellemek a semmiből bukkantak elő a halloweeni futás alkalmával. Ők még nagyon fiatalok ahhoz, hogy megjelszük őket, mi csak nekik cukrot adunk, majd a többieknek lesz ijesztő. A nagyobbakra már rémisztőbb dolgok vártak a sötétben. Hangváltoztatás. Etről majd egy három pürész fog indulni. Meg felszer, lánc. A 9. alkalommal megrendezett eseményre idén is a borzongás utáni vágy miatt érkeztek, sokan ijelmezt öltve. Az elvárás pedig mindenki részéről egy volt. Az, hogy jó lesz. Én azt remélem, hogy ijesztő lesz. Biztos ijesztő lesz. Akkor lak, lak, lak. Ha túlélem a gimisek, akkor ezt is. Voltatok már máskor is? Igen. Tavaly. Nem tudom, mikor. Tavaly. Tavaly előtt. Meséltek, milyen volt. Akkor milyen élményeket szereztetek? Jó volt. Jó volt. Azt mondta annak a fűrésznél ennyi volt a nyakától. Nem volt szerencsére, nem volt rajta már lánc. Hát igen, közel volt hozzám a lánc fűrészes. Hát én az unokáimat kísértem el. Úgyhogy követem őket. Mindenben. Mit vártok tőle? Mit gondoltak, mennyire lesz ijesztő? Hát reméljük azért, hogy lesznek olyan dolgok, amitől majd mi is megriadunk. Az idei halloweeni futás is sok élményt adott a közel 500 résztvevőnek. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!